Európában a biztonsági helyzet soha nem volt ilyen rossz, és a terrorfenyegetettség sem volt ilyen súlyos, mint most. Ezt Szijjártó Péter mondta a nyáron történt terrorcselekmények kapcsán. A külgazdasági és külügyminiszter szerint az európai vezetők felelőssége a kontinens biztonságának garantálása. Szijjártó Pétert üdvözlöm a stúdióban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ezenatt a téma előtt egy picit beszéljünk egy szomorú és sajnálatos eseményről, ami tegnap történt Olaszországban a fiatal egyetemista haláláról. Mik a legfrissebb információk ezzel kapcsolatban? Hát annyit tudok önnek mondani, hogy egy nemzetközi tábor fiatal magyar részvevőjéről van szó, aki egy szakadékba zuhant, gyakorlatilag egy utat, egy szakadéktól elválasztó sövénynél történt a baleset, ennél több részletet nem tudok önnek mondani. A konzuli szolgálatunk természetesen intézi az ilyenkor intézendő szomorú ügyeket. Sajnos a helyzet még ennél is rosszabb, mert az éjszaka folyamán egy újabb halálesetünk történt ezúttal Grúziában, ahol egy kis létszámú magyar csoport túrázott a hegyekben, és ennek a csoportnak az egyik tagja szenvedett olyan súlyos sérülést, hogy sajnos belehalt a sérüléseibe. Úgyhogy sajnos ez a nyár ebből a szempontból nagyon rosszul alakult. Nagyon sok olyan konzuli ügyünk volt, amelyek ilyen és ehhez hasonló szomorú feladatok adtak a külföldön dolgozó kollégáknak. Ilyenkor természetesen a lehető legprofibban, meg leggyorsabban, meg legemberségesebben, természetesen jogszabályok adta keretek között járunk el. Talán ilyen nyár még nem nagyon volt, ahol ennyi magyar haláleset, sérülés történt volna külföldön. Erről a friss grúz esetről, én megmondom őszintén, még nem is hallottam. Most éjszaka kaptam erről az értesítést. Csak ennyit tudunk róla? Így van, ennyit tudunk az ügyről. Jelenleg egy súlyos fejsérülés okozta halál, természetesen a konzuli szolgálatunk itt is azonnal lépett, hogy a Tbilisziben van nagykövetségünk, van konzulunk, úgyhogy ők már intézik az ilyenkor szükséges hatósági ügyeket. Hát sok szomorú eset történik a nyáron, ugye nem csak ez, hanem ugye ennél sajnos nagyobb volumenű dolgok is történtek, itt a terrorcselekményekre gondolok, amely kapcsán ön azt mondta, hogy aggasztóak az európai reakciók. Pontosan mire gondolt? Hát igen, nézze, hogy a nyárnak úgy mentünk neki, hogy soha olyan rossz nem volt a biztonsági helyzet Európában, mint a nyár elején, és soha olyan súlyos nem volt a terrorfenyegetettség Európában, mint a nyár elején. Aztán itt vagyunk a nyár végén, és most ugyanezeket a mondatokat el tudjuk mondani. A helyzet tovább súlyosbodott, soha ilyen rossz nem volt a biztonsági helyzet Európában, és soha ilyen súlyos nem volt a terrorfenyegetettség. És tudja, amikor egy spanyolországi, vagy egy finnországi, vagy egy nagybritániai terrormerénylet után az európai vezetőknek az illedelmes részvétnyilvánításon túl, ami helyén való és elvárható, mindössze annyi a mondani valója, hogy nem engedjük, hogy megfélemlítsenek minket, meg nem engedjük, hogy bizonyos emberek megváltoztassák az európai életformát, akkor ez én azt gondolom, hogy döbbenetes és kétségbejtő. Mert az európai életforma megváltozott, mert Európa igenis fenyegetettségben él, és Európa élete igenis megváltozott. Hiszen, hogyha megnézzük azt, hogy amikor például a magyar emberek a nyaralásokat vagy az utazásukat tervezik, mi az első kérdés? Utazhatok-e ide? Merjek-e elmenni oda? Elég biztonságos-e ez a nyugat-európai ország, vagy az a nyugat-európai ország? Tehát a néhány esztendővel ezelőtt a világ legnyugodtabb, legbékésebb, legbiztonságosabb részének tartott Nyugat-Európa, annak nagyvárosai és tengerpartjai mára olyan területekké vált, akkor alapvető biztonsági kérdések jönnek elő. Tehát ez az európai vezetők részéről elmondott mondatok, hogy nem engedjük, hogy megváltozzon az életünk, meg nem engedünk a fenyegetésnek, ez 3-4 fejezettel már le vannak maradva a jelenleg zajló európai eseményektől. Tehát amikor állik felfegyverzett katonák, meg rendőrök, meg betontömbök között lehet eljutni nyaralóhelyekre, fesztiválokra, rendezvényekre Európában, akkor senki nem mondja, hogy nem engedjük, hogy megváltozzon az európai életforma, mert az megváltozott. A soha nem élt ilyen fenyegetettségben, és az európai vezetőknek igenis az lenne a kötelessége, hogy ezen a helyzeten változtassanak, hogy visszaadják Európa, meg az európai emberek biztonságát. Tehát bocsánat, ön szerint hogyan lehetne, mert az előbb feltett egy kérdést, ami majd hogy nem költői, hogy van-e biztonságos hely. Igazából nincs, ezt tudjuk, vagy nagyon kevés, nagyon óvatosan fogalmazva. Mi lehet a megoldás? Tehát hogyan lehet Európát biztonságosabbá tenni? Szerintem a megoldás az abban áll, hogy először is le kell hántani mindenfajta politikai érzelmet az erről szóló vitákról. És világosan meg kell nézni, hogy kik
az elkövetők, kik alkotják az elkövetői kört, és ezt az elkövetői kört kell Európán kívül tartani, csak ez a megoldás. És ha megnézzük, az elkövetők vagy illegális bevándorlók, vagy olyan illegális bevándorlók, akiket már kiutasítottak, de a kiutasítási döntésnek nem sikerült élvényt szerezni, vagy nem tudták őket kitoloncolni. Harmadikként pedig olyan emberek, akik már Európában születtek, adott esetben már a szüleik is Európában születtek, de nem Európából származnak, és az integrációjuk az sikertelen volt. Hiszen ezt a tabut kell végre megtörni, erről beszélni kell. Európa úgy szerette eddig feltüntetni magát, mint ahol minden integrációs folyamat az borzasztó sikeres volt. De a helyzet nem ez. Hát Európa számos, Nyugat-Európa számos országában párhuzamos társadalmak jöttek létre. Egyes nem Európából származó társadalmi csoportoknak az integrációja sikertelen volt. És meg kell nézni, hogy azok az első, második vagy több generációs bevándorló családok legfiatalabb tagjai, gyermekei is az elkövetők között vannak. Magyarul rövid, közép és hosszú távon is kizárólag az jelenti a megoldás, hogyha az illegális migrációt teljes mértékben Európán kívül tudjuk tartani. Mert amint ezek az illegális bevándorlók ideérkeznek, a kontinens vesztes helyzetben van. Mert jól látszik, hogy nem lehet őket visszatoloncolni, nem lehet őket visszaküldeni, Európa nem tud érvényt szerezni azoknak a jogi döntéseknek, amelyek elvileg Európa biztonságát kellene, hogy helyreállítsák. Azt is mondta, úgy emlékszem, hogy nagyon sok konzulügy volt idén-nyáron. Miért lett több? Hát nézze, először is nyilván több magyar utazik. Ez jó hír, mert egyre több magyar engedheti meg magának azt, hogy külföldön töltsön napokat vagy heteket a szabadsága keretében. Ugyanakkor a biztonsági helyzet most a legrosszabb. Másrészt pedig én úgy látom, hogy azoknak a figyelemfelhívásoknak a sikeressége az egyre fokozatosan áll be, ami arról szól, hogy mindenkit arra kérünk, hogy konzuli regisztrációt hajtson végre, mielőtt külföldre utazik. Magyarul az adott országban lévő konzuli szolgálatunknál jelez, hogy ezen időpont és azon időpont között a bizonyos ország bizonyos városában fog tartózkodni. Tehát még itthon dolgozik. Igen, mert ha baj van, akkor tudjuk, hogy kit kell elérni. Mondok önnek egy példát, a spanyolországi terrortámadás, a barcelonai terrortámadás idején abban a térségben 100 magyarról tudtunk a konzuli regisztráció alapján, hogy ott van, azonnal kör e-mailt küldtünk nekik, jól vannak-e, közöltük velük a szükséges információkat, elérhetőségeket. 69-en vissza is válaszoltak. Azokról tudtuk, hogy jól vannak, rendben vannak. A többi esetében merülhetett volna fel kérdés. Vagy a biztosítás kérdése. Ezt is nagyon sokat mondtuk a nyár elején. Biztosítást kell kötni, mert a konzul sokkal nehezebben jár el akkor, hogyha nincsen utasbiztosítása, ne adj Isten életbiztosítása az adott személynek, mert a biztosító helyett mi nem tudunk megtenni semmit. A konzulok hatósági jogkörrel rendelkeznek, hogyha az adott bajba került illetőnek van biztosítása, akkor a konzul sokkal könnyebben tudja az érdekvédelmet meg a segítséget ellátni. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy 80-nal megnöveljük a külföldön szolgáltat teljesítő konzulaink létszámát. Jelenleg 220 konzulunk dolgozik külföldön, 80 új konzult állítunk szolgálatba, ők fokozatosan a jövő év elejétől kezdik majd meg a munkát, és hát jön a kérdés, hogy hol, és alapvetően Nyugat-Európába kell küldenem őket, mert még egyszer mondom, a korábban a világ legnyugodtabb, legbiztonságosabb részének számító európai kontinens nyugati felében egyre többen kerülhetnek sajnos bajba. Nagyon-nagyon pici időnk van, talán fél percünk, de a horvátországi erdőtűzről kettő mondatot, illetve ennek kapcsán a legfontosabb információkról. Igen, a legújabb számomra megküldött tájékoztatás alapján továbbra sem kerültek magyarok, hála Istennek, bajba Horvátországban. Az a kérésünk itt is a konzuli regisztráción és a biztosításon túl, hogy előzetesen mindenki tájékozódjon, hogy az előre kinézett nyaralási helyszín és az erdőtüzek milyen földrajzi közelségben vagy távolságban vannak egymással. Mi is folyamatosan tesszük fel az információkat a hivatalos felületeinkre, annak érdekében, hogy a Horvátországba utazni szándékozók megfelelő információkat. Köszönöm szépen a friss információt. Köszönöm, itt lettem.